Meg szeretném köszönni a püspök úrnak a szolgálatát, Tóth Péternek, hogy levezett a liturgiát. Meg szeretném köszönni a jelenlegi tiszteletes uraknak, Balogh András tiszteletes úrnak és Lukács János tiszteletes úrnak, akik kérdezések után fognak ünnepi köszöntő beszédet tartani. Nekem jutottak a hirdetések, hát akkor mind köszöntöm. Köszöntöttem önöket. Püspök úrnak az egyik gondolatát kicsit tovább vinném, hogy mikor volt szó róla, hogy és jön Jézus, és akkor minket hogy talál. És akkor néztem, hogy ha Jézus ma jött volna, akkor lehet, hogy olyan 8-9 óra körül adunk egy kötény neki, meg egy pakan alatt is írt, akkor munkára, mert azért még van egy csomó minden, amit meg kell csinálni. Adja az Úr, hogy ki tudjuk ezt egyensúlyozni, hogy Jézusra is elég idő maradjon, és neki ne pakan alatt adjunk, hanem azt adjuk, ami legértékesebb, és amit ő megérdemel. Hirdetjük, hogy Isten tisztelet után ünneplésünk elkezdődik, tehát idén lesz 100 éves a Norwich Református gyülekezet, és ezt három alkalommal fogjuk megünnepelni, három rendezvényen, tehát ma lesz az első alkalom, hogy megünnepeljük azt, hogy 100 évesek vagyunk, következő az a Gulyás Fesztivál, dátumokat lehet találni mindenhol, itt a falon kiakasztva mindenhol. A harmadik pedig a Tésztafanga rendezvény Magyarország ízen, tehát akkor ezeken az alkalmakon mindegyiken próbáljuk valamilyen szinten még ünnepelni azt, hogy 100 évesek vagyunk ebben az évben. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, és jöjjünk, és együtt mosolyogva örüljünk annak, hogy már az első tához megvolt, és igazából ki tudja, hány száz van még hátra, és az rajtunk áll, hogy hány száz van még. Hirdetjük, hogy jövő vasárnap minket alkalmából megterítik az úrasztalát, tehát jövő héten úrvacsorás Isten tisztelet. Erre kérni mindenkit, hogy imádságos szívvel és lélekkel készüljünk, és jöjjünk el. Hirdetjük, hogy a könyvtár az elkészült, könyvek benne vannak, sőt online megtalálható, hogy milyen könyv van a könyvtárunkban, ki szeretne könyvet kölcsönözni, ezt megkeresi akkor tündetestérünket, és akkor tündél meg lehet beszélni, hogy milyen könyvet és mennyi időre lehet kölcsönözni egy házunktól. Minden hónap utolsó vasárnapján közös ebédet tartunk, erre lehet jelentkezni úgy, hogy valaki jön és főz nekünk egy levest vagy egy főételt, vagy lehet úgy jönni, hogy akkor éhesek vagyunk, és Isten tisztelet után együtt maradunk, és együtt ebédelünk, és így is kicsit megismerjük egymást, és szépek szoktak lenni ezek az alkalmak, tehát hónap utolsó vasárnapján mindenkit szeretettel várunk ezért is, vagy erre is. Hétfő esténként kezdőknek tánccsoport, kedden esténként már nem olyan kezdőknek, tánc óra, mindenkit szeretettel várunk. Csütörtökönként még mindig építkezünk, a ház már majdnem kész van, igazából már egy-két simítani való van. Ha valakinek van kedve mai nap folyamán megtekinteni, hogy állunk a házzal, amit megvettünk, most nem olyan rég, az szerintem megteheti. Tehát csütörtökön azt még mindig építgetjük. Péntekenként Lizában lehet gyöngyözni, és mindenkit szeretettel várunk. És akkor a hirdetések, mivel leálltak, akkor felkérem nagy tiszteleti Balogh András tiszteletes urat, Chicago Szabad Magyar Református Egyházának a lelki pásztorát, hogy mondjam ünnepi köszöntő beszéljét. Köszönjük! Hálás vagyok Istennek, hogy egy gyülekezetben lehetek, testvéri közösségben, és ilyen szép alkalmon, amelyet az Úristen nekünk megadott, elhozott. Gyülekezetem nevébe és magam nevébe köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, és főtiszteletű püspök urat és a lelkész testvéreimet, kedves mindannyiukat. Igéi köszöntőt választottam, és ezt próbálom tolmácsolni nagyon röviden, hiszen ahogy jelezte, lelkész testvére még sok munka vár a gyülekezetre délután folyamán, és a szabad levegőn talán. Mindig szoktam mondani, menjenek piknikre, jöjjenek piknikre, jöjjenek a szabadba, ha ott szeretetben együtt vagyunk, az is Isten tisztelet. Ilyen gondolatokkal olvasom is Istennek igéjét, hiszen 100 év az nem kevés, nem is sok. Édesanyám nemrég halt meg, 92 éves volt, és nem felejtem el soha, januárban temettük. Olyan kedvesen mondotta, amíg még nem betegedett le súlyosan. Tudjátok, gyermekeim, azt mondja, hogy 92 év is olyan rövid volt. Ezért adta az Úristen nékünk a kegyelmet,
hogy megújítsa bennünk az akaratot, a szeretetre, mert ez a legszebb rész az életünknek, ha egymást szeretni tudjuk, és egymást szívére ölelni magunkat. Az igei üzenet a következő. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ez a Máté evangélium a 28. fejezetének 20. versében, annak második feléből való. Testvéreim, ahogy mondottam, ez a 100 esztendő nem hosszú. Ismerik a bibliai idézetet is, de nem is rövid. Van, aki megéri, sokan elköltöznek. Hogy miért van ez a gyülekezet, az itt van az igének a titkában. Azt mondja Jézus Krisztus megmenetele előtt, hogy Bábelben tanítványait, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én úgy emlékszem, hogy valahol olvastam ezelőtt 20 évvel, hogy ez a gyülekezet a kárpátaljai református falvakból kivándorolt gyülekezetek alapítása. És Chicago, azt hiszem, a második Amerikában, ahol gyülekezet alakult, ezt megelőzték az izraelita felekezet, magyar nyelvű gyülekezete, baptista gyülekezet megelőzte, következett a református egyház, majd a katolikus egyház. Amint szétnézek, itt is látom, hogy együtt vagyunk, különböző vallásúak, különböző felekezetűek, magyarok és nem magyarok. Ez azért felemelő, mert az Isten akarata ez. Azért felemelő és erő számunkra, mert Isten éppen így mutatja meg ennek a gyülekezetnek, ha elhiszi, ha hiszi azt, hogy a kegyelméből van meg, nem az emberek okossága, ügyessége, bölcsessége, hanem egyedül az ő kegyelme az, ami életet ad. Ebben a 100 évben ebben mutatkozott meg. Mulasztások, gyengeségek, erőkerültelenségek közepette is, amely mind emberi dolog, Isten ezt látja és tudja, de úgy döntött és úgy határozott, hogy ő mégis veletek van, veletek volt és veletek lesz. Amikor kijött az a néhány ember egymást hozva kifelé, először alapítottak különböző egyesületeket, különböző pénzegyesületeket, amely egymást segítették. De rádöbbentek arra, hogy nem elég csak egymás kezét megfogni, az Isten kezét is meg kell fogni. És ez teszi erősebbé a mi kézfogásunkat, őszintébbé a mi szembenézésünket, egymásra nézésünket. Mindig szoktam figyelmeztetni és mondani azt az ígét, Istennek az üzenetét, amikor azt mondja, aki jobban szereti apját és anyját, fitesvét és lánytesvét, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Olyan súlyosnak tűnik el számunkra, de ez az íge is fedi. Az íge is ezt magyarázza. Aki jobban szeret, nagyon szereti az Istent. Az első helyen az Isten szeretete van az életében, az jobban fogja szeretni édesapját, édesanyját, kitestvét, lánytestvérét, és jobban fogja egymást is szeretni. Tehát első helyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus, és minden más, aki érzitek, hogy veletek van, más nem kell hallanotok a világból, tudjátok, hogy veletek van, nézhettek bátran előre a következő 100 évre, imádságos szívvel, az ő kegyelméből. Én üzenetem a 100 évre ez, amit Isten mondott, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Már az is erős számunkra, amikor valakire gondolunk, hogy szeret bennünket. Szüleinkre gondolunk, testvéreinkre, hogy van valakink, veled vagyok, az már erőt ad. A hívő embernek pedig az ad erőt, addig kegyelmes, hatalmas munkátokban a jövendőre nézni, fiatalok vagytok, ha hiszitek és tudjátok, Isten veletek van, vagy az Úristen, mert így is legyen, és így higgyétek. Ámen.
Kedves ünneplő gyülekezet, kedves lelkésztársak! Arra lettem felkérve, hogy imádságot mondjak, de mielőtt ezt tenném, szeretnék én is egy jót kívánni. A mai felolvasott ígéből ott van az utolsó vers, a 18. vers. Hanem növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön, örökké. Amen. És ugye eltűnődtem azon, hogy itt van ez a kis telefon, erről olvastam az igét most. 30 évvel ezelőtt, mikor én fiatal voltam, elképzelhetetlen volt ez, hogy a Biblia a kezembe legyen, és bármikor kinyithassam bárhol, és a zsebemben csak elférjen. Annyi mindenben van részünk, egy olyan generációban élünk most, amikor kéznél van az ige, interneten, televízióban hallgathatjuk, jobbnál jobb ige hirdetések, nagyszerű könyvek, minden a rendelkezésünkre áll, minden. És arra gondoltam, hogy annál nagyobb a felelősségünk, nekünk lelkészeknek, kedves Áron, neked is itt ebben a közösségben, a következő 100 évre nézve, hogy tanítsuk az embereket, tanítsuk a testvéreinket, bátorítsuk őket, hogy növekedjenek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Sok minden fontos, és vannak sok közösségépítő programok, amiket meg tudunk szervezni, és összehozzák az embereket. De amellett nagyon fontos az, hogy növekedjünk a kegyelemben, Jézus Krisztus ismeretében. És ebben nagy feladata van a lelki pásztornak, presbitereknek, azoknak, akik élen járnak, akik a többieket vezetik. És ezt kívánom, kedves lelkésztársam, neked elsősorban, segítsen meg Isten erre, adjon neked erőt arra, hogy vigyed ennek a közösségnek a terhét, és bátorítsd a híveket, hogy növekedjenek Krisztus Jézusban. Mi nem 100 évre tekintünk vissza itt Chicagóban, hanem csak 27 évre, 2 évvel ezelőtt ünnepeltük a 25 éves évfordulónkat, és ez alkalomból kiadtunk egy kis könyvet, leírtuk az elmúlt 25 évnek a történetét, és hát ezt a kis ajándékot szeretném átadni nektek, bátorításul, merítsetek belőle ti is, és mi is szívesen veszünk egy hasonlót tőletek majd, írjátok meg, Isten áldjon, Isten áldjon veleteket. És akkor most egy rövid imában hadd fejezzem be. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy együtt ünnepelhetünk református testvéreinkkel. Egy ilyen mérföldkőhöz érkeztek, 100 év, amire most azt mondhatják, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Arra kérünk téged, hogy légy segítségükre, lelkésznek, presbitereknek, vezetőknek, minden nap új erőt meríteni arra, hogy bátorítsák az általuk vezetetteket, segítsék őket növekedni a kegyelemben és a Jézus Krisztus ismeretének gazdagságában. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak egy szervezetet gondoltál el, amikor létrehoztad az egyházat, hanem egy olyan közösséget, ahol te vagy a fő, ahol te vagy az Úr. Egy olyan közösséget, amelyen keresztül kiárad a te szereteted erre a világra. Kérünk, segíts meg valamennyiünket, baptistákat, reformátusokat, katolikusokat ebben a városban betölteni ezt a küldetésünket. És köszönöm, Uram, hogy többet az, mint amit kérhetnénk a te kegyelmed gazdagsága szerint. Jézus nevében. Amen. Amen. Tehát a baptisták, a magyar, chicagói magyar baptisták köszöntik kedves református közösséget, mely 100 évét ünnepli. Köszönöm szépen.